Forrás Rádió. Mindig veled. Hát mostanában, hogy ezt azért hallhattátok sokszor, hogy ugye DJ LA, mondjuk a Forrás DJ-ben a házigazda, tehát most ezúttal a rendes polgári nevén mutatjuk be, László Attila itt velünk a stúdióban, és hát nem csak itt, hanem a Sztárban Sztár leszek élő sójában is immáron. Gratulálunk, Attila, jó reggelt, szia! Jó reggelt, sziasztok, nagyon szépen köszönöm. Aj, de jó, hogy itt vagy, össze tudtuk hozni ezt a találkozót, tehát teszem hozzá, nem olyan egyszerű dolog ez mostanában, tekintve, hogy azért elég komoly média megjelenéseid vannak, de mégiscsak, mert hogy ezzel vártunk, látod a saját képeddel itt, benne vagy a napi magazinban. Nagyon szépen köszönöm, hogy ezzel vártatok, még magam se láttam ezt az újságot, úgyhogy ez nekem meglepi. Is egy nagy meglepi volt. Mert hogy a László Attilával még anno, ugorjunk már vissza egy picit az időbe, találkoztunk, ugye az ismerettségünk, hát egy jó pár éves. Abszolút, egy jó 10 szerintem. Hát 10 van, igen. Igen. Hogy akkor még az ikertesóddal együtt Twinner néven énekeltetek ti így párosban, és milyen jó dalokat egyébként az egyik, a páromnak az utolsó az egyik kedvenc dal egyébként, az egyik Twinner dal. Hát igen, ugye első körben mi duóformációba próbálkoztunk, másik tehetségkutatóba is indultunk, ugyána elkezdtünk saját dalokat csinálni, koncertekre járni, stb. Aztán most volt egy pár év szünet ebbe, mert ugye úgymond az útjaink külön váltak, hát Kata fennmaradt Budapesten. Ő tanítja is a zenét, nem? Így van, ő énektanárnő. Én meg hazaköltöztem segíteni ugye a családi vállalkozásba, aztán utána elkezdtem diszkózni, itt nálatok úgymond így mellékállásba, és hát most így nekem, megmondom őszintén, hogy ebbe a műsorba egy ilyen félkomolyan volt a jelentkezés, hogy hát próbáljuk ki, menjünk el, nézzük meg egy ilyen castingot, hát aztán látjátok, mi lett belőle. Ez úgy maradt. Az így maradtál. Pont röhögtünk is adáson kívül tényleg, hogy így hát még jó ötletnek tűnt márciusban, csak aztán azok kicsit fölpörögtek az események, szóval fogd meg a söröm hangod, jelentkezni fogd meg a söröm, megcsinálom. Ez így van. És hogy egy tök jó produkcióval készültél, egyébként nekem az is nagyon-nagyon tetszett, úgy tűnik, hogy a zsűrit is meggyőzte, mert az egy Regenbone Man volt, ugye, amivel te bemutatkoztál. Így van, az első az egy Regenbone Man dal volt, a Human, egyébként az egyik személyes kedvencem, amit nagyon jó volt megvalósítani. Nyilván a műsorban elég kevés időt kaptam az elődöntőbe, de abszolút nem voltam szomorú, mert a középdöntőben annál többet, és ugye az a produkció az szerintem jobban is sikerült egyébként. Ó, az de erős produkció. Az a Joker, ugye? Az Unchained My Heart. Az nagyon kemény lett. Most már bepótoltam, én is megnéztem. Fú, bivaj, nagyon bivaj lett. Jó le, jó. Hogy átállt ebbe bele tényleg? Mert oké, hogy mondjuk egy Human, amivel te készültél, az mindig is az egyik kedvenced volt, ezt mindig is imádtad énekelni, meg egy kicsit a karakteredhez mondjuk passzol is. Na de most egy Joe Cocker, ahol még ráadásul meg is öregítettek. Hát én megmondom őszintén nektek, hogy sokan nem ismernek fel. Tehát, hogy ahhoz képest, hogy egy országos tévébe voltam leadva elég sok időt, nem ismernek fel, mert annyira jól sikerült ez az átváltozás már így az élő sok előtt. Hát igen, itt hogy, meg is nézhetjük rögtön. Egyébként ez mennyi idő volt? Ezt így meg akartam kérdezni. Hát ez egy jó 2,5 óra. Úgy sejtettem. Tehát, és nem maszk. Tehát mindenki azt mondja, hogy mikor veszem már le a maszkot, meg stb. Ezen nincs maszk. Tehát nincs. Ez az én arcom. Csak nagyon-nagyon ügyes sminkesekkel, meg ügyes brigáddal dolgozik a tévé. És hát így sikerült, hogy paróka, kopasz paróka, tehát ugye megosztottam ugye ennek is a menetét, hogy működik. Hát marha érdekes amúgy. Örülök, hogy azért egy kicsit ennél több hajad van még, mint ezen a képen. Mert hogy ahhoz is paróka kell, ha valaki kopasszá válik, ugye? Igen, abszolút, hogyne. Azt is kaptam, ugye, az is egy nagyon érdekes érzés, meg vágják, meg ragasszák, meg tehát, hogy nekem ez teljesen új, én nem voltam ilyenbe soha, de szerintem a versenyzőknek a nagy része ugyanígy van. Attila, az a nagy helyzet, hogy mi ezt megállapítottuk otthon, miközben néztük a középdöntőt is, hogy annyira brutális előadások voltak már a középdöntőben, hogy az volt az érzésünk, hogy mintha kb. Az élő adást néznénk, ahová már durván felkészítik az embereket. Szóval azért őszintén gratulálunk, még azon kívül is, hogy még fogunk még 80-szor, mert hogy egy írtó nehéz mezőnynek a kellős közepébe csöppentél bele. Ez így van, és én azt látom, hogy az utóbbi évek legnehezebb mezőnye, tehát hogy a legsokoldalúbb, legszínesebb és talán legprofibb mezőnyébe vagyok benne. Szeretném felvenni velük a versenyt, abszolút nem úgy állok, nem versenyként állok neki így az első pillanatban, hanem szeretném megélni ezt a pillanatot, és szeretném azt csinálni, amit nagyon-nagyon szeretek. Gondoltad volna egyébként, hogy az élő showig eljutsz, mert azt nyilván akartad, hogy valameddig eljuss el, és tényleg lehetőséged legyen megmutatkozni, de amikor lecsüccsentél, hogy mondjuk ott is maradsz abban a székben?
Ez egy nagyon-nagyon érdekes dolog, mert ugye mi ezt ketten csináltuk, ezt a produkciót, és nekem azért érdekes, mert most csinálom először életembe egyedül. Uh-huh. És egyedül leültem arra a székre, és nagyon sok időt töltöttem azon a széken. Láttam a tizzadtát rendesen. Tényleg nagyon durva emóciók voltak. Ugye pont arról beszélgettünk, a szerencsétlen Attika itt ez nem a jövő hetet is leizzadja magáról. Ez így van, ez így van. És a végén volt egy interjú valami a Tények Pluszba, amikor ugye felvették azt abban a pillanatban, amikor bejutottunk, hát sok még nem volt már rajta. Ne, azt néztem, leizzadtad az egészet. De hát ez ilyen. És milyen érzés pont a Majka csapatában lenni? Én nagyon szerettem a Majka művészetét, mind ember, mind előadó művész, és ezért szerettem volna hozzá tartozni, vagy alá kerülni. Hát nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy ezt sikerült is megtartani, és nem vitt el más mester. Nyilván akkor is örültem volna, mert akkor is élősos vagyok. De így, hogy ugye a Petinél vagyunk, így hát ez top 10. Jó, erről beszéljünk még egy kicsit. Én is kíváncsi vagyok. A következő óra elején, igen, mert most még jönnek a hírek Héditől. Nagyon érdekeltél, hogy akkor milyen együtt dolgozni, milyen az attitűd, mit vár el, miben tud konkrétan segíteni, te mit vársz el például ugye a Majkától. Szóval lesznek azért még kérdéseink, nagyon jó, hogy itt vagy. László Attila tehát ma reggel a vendégünk, ugye őt láthattátok már eddig több alkalommal a Sztárban, Sztár leszek produkcióban, és fogjátok is még, mert hogy készül az élő adásba a hétvégén. Na, innen folytatjuk mindjárt. Nyolc óra múlt 3 perccel, és továbbra is hárman a stúdióban, mert itt van velünk László Attila barátunk, akit aztán majd láthattok vasárnap a Sztárban, Sztár leszek élő showjában. Hát Atti, azt beszéltük itt adáson kívül, hogy azért piszkosul mozgalmasak most így a hétköznapjait, szóval, hogy így bejött most ez a műsor, és gyakorlatilag hát itt említetted nekünk, hogy nem tudom, ebből mennyit akarsz adásba megosztani, hogy csak te reggeltől késő estig fúra vagy betáblázva. Hát így van, én ezt így vállaltam lényegében. Nyilván, mivel családi vállalkozásról beszélünk, ott ugye rugalmasabb a helyzet, hála az égnek, és meg tudom ezt beszélni, hogy melyik lyukakat tömöm ki munkával, és melyik a másik, és a Sztárban Sztár leszekes lyuk. De hát nyilván ez egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon hosszú folyamat. Reggeltől estig tart, és ugye az estéket ugye párommal meg is szoktuk beszélni, hogy miért vagyunk ma hálásak. És akkor van 3 szó, amit én mondok, de őt már valahogy nem hallgatom meg, mert még ne alszol. Bocs, drágám, majd akkor reggel esetleg elismételnéd. Igen. Tök jó az a szokás egyébként. Is, most ez lemegy, és akkor majd utána visszakapsz, drágám, jó? De egyébként tényleg, hogy mennyire partner ebben az egészben, ugye lehetett látni ebből is ilyen kis szeleteket, mert hogy a ti otthonotokban is meglátogattak, és a kamera forgott, és ő is meglepett téged, pont olyat kaptál, amit én is születésnapomra. Igen, hát ő az első pillanattól kezdve. Talán azt mondom, hogy ő mondta legbiztosabban, hogy menjek, csináljam, mert ezt imádott csinálni, szeretek. Szóval, hogy ő tényleg nagyon szupportív, meg mellette a családom is, meg a barátaim, meg a környezetben élők, meg ti. Tehát, hogy nézzük meg, hogy tényleg nagyon sok ember mellettem áll, ez nekem nagyon jól esik, és hát ugye vasárnap erre nagyon-nagyon számítok. Ki lettél dobva a repülőből? Igen. Azért az elég para, nem? Hát ez nagyon para volt. Mert hogy ezt kaptad meglepetésként királytól. Igen, hát én nem mertem gondolni, vagy ebbe belegondolni, hogy én mondjuk tavaly, ha megkérdezel, hogy tandem ugrani egyébként, van kedved, vagy lenne? Én azt mondtam volna kapás, hogy semmi, póktól félek. és akkor így ezt beközli ugye a szülinapomon, hogy mert az a sztori, hogy nekem egyik kedves barátom volt ilyen június elején, és akkor elhozta a videót, és én néztem. És nyilván ugye a barátjának az ember nem mutatja a saját úgymond akut érzelmeit azzal kapcsolatban, amit néz, hanem de jó, de fain, de jó vagy, úristen, de jó lehetett. Azt érezted, hogy ez olyan hülye. Igen, igen, nyilván Kirus mellettem nézte, hogy mennyire én ámulok rajta, és akkor ő ebből azt vette le, hogy na, akkor vegyünk neki egy ilyen. Kicsit megtévesztő volt akkor a reakciód. Igen. Hát, de így visszagondolva azért ez egy tök jó érzés volt, nem? Nagyon, nagyon. Tehát én mindenkinek ajánlom egyébként, akiben így felgyűlem lett egy adott feszültség, abban a pillanatban, ahogy kinyílik az ernyő, abban a pillanatban mind kimegy. Így volt egyébként a főcím a kis videó alatt, hogy az életért küzdött, hogy valami az életére. De várjál, nem túlzás egyébként. Most így visszagondolva, mert ugyanezt kaptam születésnapomra az én páromtól, hogy 4 kilométer magasból emberrel a hátadani kipotja azt, mint egy darab a repülőből. És akkor olyan tehetetlenségi érzésed van, hogy azt fogja föl az agyad, hogy te most meg fogsz halni, de közben felfogod 10 másodperc múlva, hogy nem fogsz meghalni. Én 5 másodperccel el is ájultam, megmondom őszintén. Volt egy ilyen blackout. Lehet látni a videón,
amikor kiesünk, és ugye a pilótám az így fogja a fejemet, és így fölnyomja. Mert bekókattam, és így nem nagyon voltam magamnál, aztán ugye utána, miután az ember vagy kiegyenesedik, és úgy száll lefele, meg zuhan, már a zuhanást is lehet egyébként az utolsó pillanatokban élvezni. Igen. Nyilván nem az a legjobb része, de amikor ugye kinyílik az ernyő, hogy kis biztonságod van, hogy jó, akkor kinyílt, és akkor nem csapódunk, hanem szépen evickélünk, tehát annál jobb érzés nem nagyon volt mostanában. Volt mekkora csill. Na de itt ment a fő cím, felvezető szlogenünk, és akkor itt pörögtünk rá, mint az át, eszembe jutott, hogy egyébként arra is volt példa, hogy ti magatok énekeltetek fel nekünk szignálokat. Voltak olyan énekes szignáljaink, amiket Atika és Kató, ti ketten énekeltetek fel. Milyen jó erre visszaemlékezni. És hogy én azért örülök egyébként személy szerint, mert láttam ennek az egésznek az ívét, ugye, hogy honnan kezdtétek, mind mentetek át, volt a lecsendesedő időszak, és akkor most egyszer csak Atika gondolt egyet, hogy hát miért ne próbálhatnánk meg. És úgy örülök ennek, hogy visszacsöppensz egy kicsit ebbe a média világba. Hát megmondom őszintén, hogy én is, mert nagyon-nagyon-nagyon hiányzott az utóbbi időszakból ez a dolog. Tehát egy picit azt éreztem, hogy belekerülök egy mókuskerékbe, amiből aztán ugye az ember nagyon nehezen tud bármerre kijutni. Nyilván ezt úgy tettem, hogy közben élveztem, mert egy családi vállalkozásban csináltam, és kvázi nem volt úgy főnököm, de emellett meg én nagyon-nagyon szeretem ezt. Nagyon szeretem produkálni magam, nagyon szeretek más bőrébe bújni. Hát a kihívások ugye benne van. És ezt akartam is kérdezni, miért épp a Sztárban sztár leszek? Én azt gondolom, hogy egyébként ez az egyik olyan, sőt, talán leginkább ez a fajta műsor, ahol a sokoldalúságát az ember mondjuk megmutathatja. Így van, egyébként ezt a kérdést többször megkapom, és mindig azt válaszolom rá, hogy mert én szerintem ez a műsor, ez magába komplex. Tehát, hogy ez nem arról van szó, hogy mint egy másiknál, mert most nem mondom ki a nevét, hogy kimegy egy ember, és a saját egyéniségét megmutatva kell előadnia mondjuk egy dalt, vagy saját dalt akár, mert mostanában az a trend, hogy mindenki saját dallal megy, hanem tényleg egy olyan előadót, akit több millióan ismernek, azt kell teribe lehozni, és ott van összehasonlítási lehetőséged. Már csak az előadóhoz képest is, meg a többi versenyzőhöz képest is. Nyilván nem ez a cél, hogy én most azért menjek oda, hogy engem mondja, előre vagy hátra tudjanak rakni, hanem tényleg az, hogy nekem azt tetszik, hogy amikor elmondom akárkinek is, hogy egy Joker voltam, te voltál az! Úristen, tesó, nagyon komoly voltál! Jó, ezek a reakciók, tényleg, amikor szembesül az ember vele. Igen, amire utalsz, az talán ugye arról szól, hogy ott akkor a saját komfortzónádon belül próbáld a maximumot kihozni, itt viszont ez a műsor tényleg arról szól, hogy belehelyezed vagy te saját magad, vagy pedig ugye azok az emberek, akik szerkesztik a műsort, egy olyan szituációba, ami aztán egyáltalán nem komfortzónán belüli. Abszolút nem. Hát figyelj, nekem azért is nagyon érdekes ez az egész, mert ugye én ezt tanultam, tehát én kommunikáció médián végeztem az egyetemen, és amikor megkérdezik, hogy te milyen egyetemre jártál, és elmondom ezt, hogy ja, hát akkor várjál, át kell gondoljunk, hogy most te itt vagy, és úristen, te látsz mindent belőle. Most azért jó, nyilván nem műsorkészítést tanultam, hanem ugye ennek az alapjait. Viszont most ezt is valamilyen szinten megtanulom, mert ugye átesek rajta. És az nagyon-nagyon érdekes. Tehát, hogy az, hogy műsorkészítői szemmel olyan dolgok, amik mondjuk versenyzői szemmel, vagy laikus szemmel teljesen egyértelműek, mennyire nem azok. Laikus szemmel, amit a tévénéző lát, az gyakran ugye beleesett abba a hibába, hogy hát ez mekkora buli. Hát oké, hogy izgul az ember, mert ugye sok szem nézi őt, felkészül, elénekli, közben mekkorákat poppolunk, de hogy igazából emögött kőkemény meló zajlik. És akkor itt ugye megint beemelhetjük azt, amit itt említ, azt gondolom elmondhatjuk hangosba is, hogy ott van ugye a Bari Laci, aki ugye azért korábban már egy-két ilyen műsorban megmutatkozott, és ugye kérdeztétek is tőle, hogy Lacikám, hát az élő műsor az mennyire lesz más? Igen, és akkor ő erre azt mondta, hogy figyeljetek, ne is gondoljatok rá addig. Más. Abszolút más. Nyilván az ember, én azon vagyok, hogy ne realizáljam abban a pillanatban, amikor így hallom a fülbe, hogy jó van, akkor indulás. Gyerekek, akkor ez forogni fog, és most melyik kamerában nézek, és most hányan néznek éppen, tehát hogy ezeket abszolút el kell felejteni, arra kell koncentrálni, hogy milyen adott előadó leszek. Azért életed egyik legnagyobb kihívásáról van szó, nem? Abszolút. Mert oké, hogy te átállsz színpadokon. Még karaoke sztál is velünk. Ahogy? Ti voltad az a kamerában? Az egyik első. Volt? Vendégeink. Persze. A Twinner, emlékszem, hogy a Twinner duó az egyik karaoke bulinkon. Tök menő volt, mekkorát bulisztunk, de hogy nagyon sok mindenen részt vettetek, Amerikában is voltatok, ugye ott segítettek nektek a produceri munkában, saját dalokat hoztatok létre, de hogy szerintem ekkora kihívásban még nem volt részed. Nem. És szerintem így Magyarországon énekesnek is nagyon kevésnek van ekkora kihívás. Tehát, hogy az, hogy
hogy oké, egy tehetségkutatóról beszélünk, ahol azért meg kell ugrani a lépcsőket, iszonyatosan sok lépcső van egyébként, tehát ugye a laikus ember azt látja a tévéképernyőn keresztül, hogy mindenkinek van 2x2 perce, és hogyha abban 2x2 percben jól teljesít, akkor benn van az élő műsorban. Jó, de te márciusban kezdted? Így van. Tehát van, aki még előbb, tehát hogy itt egy iszonyat hosszú előkészítési folyamaton megy át az ember, meg hát nyilván tudni kell, hogy nagyjából mit tudsz, mert ugye a műsorkészítők is nagyjából tisztában kell legyenek vele, hogy mik a képességek, és hogy mit lehet rád szabadítani, vagy mit nem. És nekem például, én azért tartom magaménak ezt a műsort, mert én az évek során ugye kvázi azért, mert nekünk nem 3-4 albumnyi anyagunk van, tehát nincs saját anyagunk, mi nagyon sok a külföldi előadónak, magyar előadónak csináltuk meg a dalait, ugye, és vittük színpadra, ezért vagyok én úgymond egy picivel előnybe, mert nagyon sokszor próbáltam mást hozni. Többször énekeltetek már olyan előadóktól, igen, nem saját dalokat, csak feltétlenül. Na, picit szusszanjunk, és akkor innen folytassuk. Engem baromira érdekel, hogy milyen ott a hangulat, kikkel tudtok így egy kicsit jobban, közelebbi kapcsolatot kialakítani, vannak-e barátságok, milyen az együttműködés Majkával, mert ugye erről még nem esett szó, szóval még mindig van kérdésünk. László Attila tehát ma reggel a vendégünk, akit bizony a Sztárban, Sztár leszek műsorában legközelebb már az élőadásban láthatjátok. Pontosan 4:09, vendégünk László Attila, és itt ugye a Sztárban Sztár leszekről beszélgetünk, hiszen vasárnap Attit már az élő showban láthatjátok, és itt azt kezdte el nekünk mesélni Atti adáson kívül, hogy azért kezdenek már barátságok szövődni, például köztetek néhány énekes között. Így van. Már az első pillanattól kezdve egyébként ugye jó sokat találkozunk. Én személy szerint a Rolival ápolok nagyon-nagyon erős kapcsolatot. A Kali Rolanddal, ugye? Kali Rolanddal, így van. Aki John Newman éneke. Így van, aki volt tavaly is, és most idén bekerült, és ugyancsak a Majkánál van, mint én. De elmondható ez amúgy több emberről, ugye brigádon belül, hogy tényleg, én azt gondolom, hogy mindenki úgymond élményekért jön, mindenki első körben azért jön, hogy megismerjen tehetséges, meg jófej embereket, és hát másodszorban ott a verseny, de azt még én szerintem nem érezzük. Tehát abszolút nem. Attila, arról mesélj, hogy az milyen folyamat volt, mert mint csak annyit látunk, hogy rengeteg ember ott várakozik, valaki fél napokat, valaki egész napokat, amikor még a válogató zajlik. Hát azért vannak ilyen önjelölt őrültek, vannak ilyen divatmogulok, vannak nagyon elgurult gyógyszerű emberek, szóval hogy ott azért lehet találkozni mindenféle karakter. Neked mennyit kellett várni? Hát nyilván sokat. Aha. Tehát, hogy ezt meg kell érteni, hogy ez a folyamat, itt nincsenek kivételek, és nincsen, hogy most te fixenben vagy, te gyere még kettőre, te gyere még háromra. Nem, hanem nagyjából mindenkinek ugyanaz a folyamat, és ugyanazokat a diszpókat kapja, ugyanúgy úgy behívják reggel, és ha kell, estig ott kell lenni. Nyilván ugyanúgy kell teljesíteni, hogyha te reggel 8-ra bemész és 9-kor énekelsz, mintha reggel 8-ra bemész és este 8-kor vagy 9-kor. Tehát, hogy itt nincs különbség, és ezt kell megérteni ebbe a dologba, és én szerintem ezt így kora idejében realizáltam, hogy ezt így. Ez milyen érdekes, amit mondasz, ugye, hogy többen gondolhatnák, ha valakinek mondjuk egyenes útja van ide, mert lehet mondani, hogy ki esetleg nem kerül be az élőadásba, a Fedor Kira például, hogy ő már évek óta tevékenykedik ebben a bizniszben. Tehát, hogy ő egy elismert, egész jól futó énekes nő. Tehát, hogy nem feltétlenül egyértelmű az, ha valaki ezt csinálja. Annyi, hogy talán annyi előnyöd van, hogy énekelni tudsz, az stabil. Na, de másnak a bőrébe belebújni. Az egy kicsit külön műfaj. Az más. Hát figyeljetek, azért nézzetek meg engem. Én nem tartom magam profi énekesnek. Tehát, hogy én oké, énekelek, van egy szép hangszínem, nagyon sokáig képeztem a hangomat, meg nagyon sokat tettem érte, de abszolút nem tartom magam egy profi énekesnek. Hanem tényleg úgy, hogy próbálok mindig hozni olyan formát, és inkább a fülemre menni, és inkább arra menni, hogy a másik ember, aki hallgat, az belehallja az eredeti előadót. Tehát ne azt hallja bele, hogy én milyen csodálatosokat frazírozok, meg miket hajlítgatok bele. Nyilván vannak olyan előadók, akinek kell, De alapvetően nem ez a cél. És ezért van egyébként több esélye egy fél profi embernek bejutni ebbe a műsorba, mint nekem úgymond, mert itt nem az elsődleges a hang. De itt hangoztatják is egyébként a zsűritagok, hogy tök jó éneklés, meg nem feltétlenül a bravúr éneklésről van itt szó, nem az megy előrébb, hanem hogy itt a műsornak a jellegét tekintve bele kell látniuk nekik például azt is, hogy ez a karakter
csak ebben jó, vagy mondjuk képes lehozni tőle teljesen eltérő, teljesen más műfajú előadókat is. És ezért osztja meg például a közönséget is szerintem, mert ők meg lehet, hogy sokszor nem ezzel a szemmel nézik, hanem csak az, hogy hát, de ő mekkorát éneket, azt mégsem jutott tovább, mondjuk. Hát igen, itt nagyon sok aspektusa van ennek a dolognak, és hát nyilván én is az első körben most vasárnap iszonyatos kontraszton fogok átmenni ahhoz képest, amit láthattatok. Azért para van, nem? Tehát cidri van? Hogyne. Hogyne, nem csak az idő hidegszik, hanem ugye a helyzet is. Na figyelj, milyen a Majásszal együtt dolgozni? Mert sokak álma szerintem ilyenkor. Többeteknek ez valóra is vált ez az álom, hogy a Majásszal együtt dolgozni azért annak van egy presztízsértéke, mert hát elég komoly szakember, meg eléggé megy a médiában nagyon. Igen, én az alatt az idő alatt, ami alatt mi együtt dolgoztunk, én azt vettem észre, hogy ő nagyon figyel arra, hogy az előadás jó legyen. Tehát ő kvázi nem érdekli a hang, nem érdekli az, hogy te mondjuk tényleg mennyire tudsz énekelni, hanem az, hogy mennyire az összprodukciós érték mennyi. Tehát, hogy neki, mint Majka, mennyire jön át az, amit te szeretnél prezentálni a színpadon. Tehát ő showt akar látni. De ő a saját produkciójában is nagyon odafigyel erre, szóval náluk azért ez látszik, úgyhogy igen. Ő szerintem ezt ilyen szemmel nézi. Igen, mert szerintem azért szeret engem, mert nekem mindig azt mondják, hogy az ős erő, meg hogy én ugye erőből csinálom azt, amit csinálok, és nem próbál megúszni, és egy picit így ellazázni. Tehát, hogy én, aminek neki fogok, azt megcsinálom, ez jött le eddig, aztán most meglátjuk egyébként vasárnap, mert azért ez egy kicsit nagyobb falat lesz. Ugye arról nem árulhatsz el részleteket, tehát ez majd csak aznap fog kiderülni, hogy kinek a bőrébe bújsz, aztán utána pedig ugye le lehet követni, mert nyilván lesznek ilyen sorsolások, rátszabott produkciók. Akiről még nem ejtettünk szót, de itt adáson kívül már elhangzott a neve, a Lajtai Kati, akit néha-néha látunk a műsorban, de hogy ő készíti fel ugye a énektanárként a versenyzőket. Vele találkoztál már, és ő milyen tanácsokat ad? Hogyne. Hát azt kell tudni, hogy ugye itt énektanárok vannak, tánctanárok vannak, mindenféle olyan szakember, aki tudja emelni a műsornak a minőségét. Hát a Katiról annyit kell tudni, hogy ugye annó mi jártunk egy énekiskolába Budapestre, ahol 2 évig engem ugye a Lajtai Kati tanított. Akkor ti ismeritek egymást. Így van, és én úgy mentem oda az első énekórámra, hogy ő nem tudta, hogy én bekerülök, vagy nem tudta, hogy én egy bizonyos dallal most oda fogok menni és énekelni hozzá. Na, de jó. Tudod, és akkor kinnülök így a folyoson, és akkor kijött a Kati, hogy te mit keresel? Tudod, hát milyen... Effektív 6-7 évig mi nem találkoztunk. És akkor ezután egy nagyon jó pont volt, és nyilván nagyon jó együtt dolgozni vele, tehát hogy az, hogy egy picit megvan a közös hangnem, és egyből tudunk menni ugye a dalra, és nem kell úgy közös mit tudom, környezetet, vagy közös akármit kialakítani. Az a jó ebben, hogy ti látjátok, hogy mi működteti ezt az egész rendszert, mert egy nagyon-nagyon komoly fölépített rendszerről van szó. Tehát mekkora sok élmény lehet például azoknak az embereknek, hogy ott nézők előtt kell átadjátok mindezt, tehát hogy oda le vannak szervezve, oda be lehet egyébként regisztrálni, és akkor ott végigkövetni, de ti mindent láttok. Tehát látjátok, hogy egy ilyen mondott, hogy 70-80 fős stáb dolgozik, ez egészen. Igen. Tehát brutális nagy stáb. Amit mi látunk, aztán ugye az adminisztratív részét, meg azokat az embereket, akik ugye fizikailag nem jelennek meg a stúdióba. Vagy fönt vannak a stúdióban, és onnan kezelik az egészet. Őket ugye nem. De hát iszonyat. Tehát, hogy tényleg Amerika. Na, mi az, amit te vársz ettől a műsortól? Mert oké, hogy egy szép kihívás. Oké, hogy márciusban eldöntötted, akkor még jó ötletnek tűnt, azóta pedig fölpörögtek az események, de most már így, hogy tényleg komolyá vált a dolog, gondolom, azt te is jóval komolyabban veszed. Igen. Hát én alapvetően ugye azt szoktam mondani, hogy nekünk van egy közös sikerünk a családdal, amit ugye közösen vittünk sikerre. Ebbe egyébként egész kis részt vállalok, mert ugye én csak kvázi 6 éve vagyok benne ebbe az egészbe, 7-8 mondjuk, hogyha a terrautózásokat nézzük, de én szeretnék valami egyéni sikert is, és valami olyat, amit a László Attila név mellé tudnak írni. Milyen tippeket, javaslatokat mondtak neked ott a szerkesztők, vagy akár ugye pont a Majász, hogy mire kell ügyelni, mire kell figyelni, mert azért itt vannak olyan mesdjék, amiket nagyon könnyű átlépni, és akkor véletlenül mondjuk paródiává válik az előadás. Igen, én egyébként olyan ember vagyok, iszonyat exhibicionista, és tényleg kifelé irányuló. Föl se tűnt. Ja, nem is ilyennek ismertünk meg, tényleg. Eddig nem is én beszéltem. Csak hogy ugye ő azt mondja, és már többször elhangzott, nem csak tőle, de tőle is, hogy ne vigyem el paródiába. Tehát vannak olyan dalok, vannak olyan produkciók, ahol nagyon vékony az a jég, mivel maga a dal is
úgymond kvázi egy paródia, vagy egy ilyen szórakozottabb műfaj, azt nem szabad elvinnem paródiába, mert ez nem egy paródia műsor. Tehát oké, hogy vannak olyan részei, amikor egy picit el lehet engedni magunkat, viszont ő azt mondja, hogy teljes mértékben oda kell állni, és azt az előadót elhozni. Uh-huh. És hogyha el van hozva az előadó, viszont túl van tolva, akkor kevesebbet fog ütni, vagy kisebbet fog ütni, mintha tényleg a szabályokon belül. Tehát ez néha kevesebb is jó. Többet ad. Még egy valamit árulj már el nekünk, Attila, mert hogy azért az nyilván nem titkolandó dolog, hogy ennek most nagyon nagy értéke van. Sokakhoz jut el, rengeteg szempár fogja nézni, hogy mit művelsz. Alapvetően ez egy jó reklám, meg egy lehetőség is, hogy visszacsöppenj egy picit így a médiába, meg a pop szakmába. Akkor gondolom, hogy megfogalmazódott a fejedben, hogy akkor ezt nem kéne annyiban hagyni, hogyha itt mondjuk a műsor valamelyik ponton véget ér számodra. Nyilván nem, nekem vannak ötleteim, vannak hál' Istennek olyan barátaim, akik értenek a zenéhez, és a szabályrendszereket is ismerik, és tudnak zenét írni. Én a kreatív részében nagyon-nagyon tudok segíteni, viszont el is kezdődött már pár ilyen folyamat, tehát saját zenéket írunk. Csinálunk, nyilván még nincs kész, tehát ugye elég gyors volt, meg sűrű volt az előző időszak, viszont azon vagyok rajta, hogy tényleg a saját dalt is, is kipattint, csak olyanon is gondolkozunk, hogy lehet, hogy egy Twinner dalt is majd. Micsoda! A kicsi szívem most megdobban. Azért mindenképp nyugtass meg, hogy az a lemezlovas karriert sem teszed teljesen parkolópályára. Abszolút nem, most kell is küldjek nektek. Ugye? Még lóksz egy mixel. Mert hogy így a DJ elé, azért ne tűnjön el tényleg nem. Így az éterben, nagyon szeretik tényleg a hallgatók is ezeket a mixeket, meg hát ugye már több ilyen bulin vagyunk túl személyesen is, úgyhogy remélem, hogy akkor ez a vonal még megmarad. De szeretsz ott a pult mögött állni, nem? Szóval, én nagyon-nagyon szeretek. Tehát ugye én azért is kezdtem el ezt csinálni annó Pesten, mikor rezidens voltam sok helyen, mert szeretek szórakoztatni. De ezt csinálom most is, csak más. A műfaj egy picit más. Attila, nagyon-nagyon gratulálunk. Nagyon szépen köszönöm. Hihetetlenül boldog vagyok tényleg, hogy akkor láthatlak ebben a műsorban. Szerintem ezt többek nevében mondhatom, meg hát ugye itt a térségből már azért jól ismernek sokan. Ugye Komáromban laktok, Komáromban tevékenykedtek, és nagyon örülünk, hogy ma reggel szántál ránk egy picit kitartást neked a következő időszakban. És nagyon szurkolunk. Nagyon szépen köszönöm nektek. Sziasztok. Vasárnap este akkor nyomon lehet követni ugye a tévében, hogy Attika mit fog produkálni. Nagyon kíváncsi leszek a produkciódra, úgyhogy biztos, hogy ott fog ülni. László Attila tehát In the House 5 hallgathattátok, tehát ma reggel ő volt a stúdió vendége, Komáromból érkezett, és ugye akkor irány az élőadás, Sztárban sztár leszek vasárnap este. Thank you. Forrás Rádió, mindig veled.